Jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket, ma is mozogjunk együtt. A mai órán a földüdvözlet gyakorlatsort fogjuk csinálni, pontosabban a földüdvözletet egy picit módosítottuk, és kihagyunk egy elemet azért, hogy szimmetrikus legyen minden eleme, ne legyen benne aszimmetrikus elem, és ebből fogunk 5 kört csinálni. Természetesen ebből lehet többet is végezni, hogyha valaki szeretné. Egy kis bemelegítés után, amiben jól átmozgattuk a gerincünket, testünket, 5 kör földüdvözlet fog következni. Üljünk nyújtott ülésben, és rakjuk a kezünket magunk mellé, és emeljük fel a jobb lábat, majd a bal lábat. Majd fűzzük össze az ujjainkat és körözzünk. Belégzés, amikor előre hozzuk a kezünket, kilégzés, amikor picit hátra dőlünk, megfeszítjük a hasizmunkat. És csináljuk meg ezt a másik irányba is. Még egyszer. Majd álljunk meg középen, emeljük fel a kezünket, nyújtózzunk fel, fűzzük az ujjainkat össze, kivéve mutató és hüvelykujjat, és nyújtózzunk el egyik oldalra, másik oldalra. Maradjunk mind a két ülőcsontunkon, egyszerre. Attól függetlenül, hogy oldalra dőlünk, ne vigyük át a súlypontot. Még egyszer. Majd álljunk meg középen, és forduljunk el jobbra. Belégzés középen, kilégzés balra. Nézzük meg, hogy a lábfejünk nem fordul el, csak a felső testünk mozdul. Ha a lábfejünk elmozdult, akkor már biztos a csípőnk is elfordítottuk. És még egyszer. Majd egy mély belégzés, úgyhogy viszintesen van a kezünk. Forduljunk el jobbra, kilégzés. Megtartjuk ezt a fordást, de nem fordítjuk el a csípőnket. A vállunk fölött hátrafelé nézünk, és a lábfejünk is marad párhuzamos egymással. Belégzés középen, kilégzés, csavarunk. Belégzés, középen, kilégzés, csavarunk. Még egyszer. Majd jöjjünk vissza középre. Húzzuk fel a lábunkat, és mozgassuk meg egyik oldalra, másik oldalra. Majd jöjjünk négy kézláb helyzetben, és egy kis cica háttal dolgoztassuk meg a gerincünket. Érezzük, hogy be vagyunk melegedve. Még egyszer. Majd jöjjünk a sarkunkra. A földüdvözlet gyakorlatsor. A matrac végéből indul, a földről, ezért hívják földüdvözletnek. Belégzésre nyújtózunk hosszan felfelé. Kilégzésre engedjük le a kezünket a talajra. Belégzés, nyújtózunk meg kobrába, és kilégzésre nyújtózunk kutyába. Sétáljunk lassan előre. Belégzésre emelkedjünk föl, nyújtózunk, és lassan engedjük le a kezünket. Mély belégzés. Lassú kilégzés. Lépjünk hátra, belégzés.
és szép lassan engedjük le magunkat, kilégzés. Majd üljünk a sarkunkra, emeljük fel a kezünket, és lassan engedjük le. Ha ez egy körnek, ez volt az egy kör, ha ez túl sok volt, akkor maradjunk itt, egy picit pihenjünk, és folytassuk utána még tovább. Mély belégzés, lassú kilégzés. Kobrába dolgoztassuk a hátizmot, mellizmot. Kutyában dolgoztassuk a hátizmot, húzzuk szét a lapockát. Egy légzésünk van arra, hogy előre sétáljunk, és hajlított lábbal emeljük fel a kezünket, majd engedjük le, és haladjunk visszafelé. Még három kört fogunk végezni, miközben előre hajlunk, egy picit feszítsük meg a hasizmunkat. Miközben kobrába engedjük magunkat, nyújtsuk a hasizmot. Miközben fölemelkedünk, toljuk magunkat fölfelé kutyába. Miközben előre sétálunk, legyen laza a medencénk, legyen laza a derekunk. Oldalt hozzuk fel a kezünket belégzésre, és leengedjük. Mély belégzés, lassú kilégzés, hátra lépünk, és gördülünk előre kobrába. És még két kör. Engedjük le a kezünket a combunkra, és figyeljük meg, mennyire gyorsan lélegzünk, mennyire felszaporodott a szívverésünk, és addig lélegzünk egyenletes tempóban, amíg meg nem nyugszik a gyors légzés és a szívverés is. Pusztán a légzés figyeléssel mindkettőt meg tudjuk nyugtatni, le tudjuk lassítani. Hogyha valaki többet szeretne ebből csinálni, nyugodtan végezzen akár több kört is egymás után. Arra kell ügyelni, hogy ne legyen túl gyors a légzés. Ezt a folyamatos mozgást, ha tudjuk tartani légzésszinkronnal, akkor nagyon jól fogjuk magunkat érezni a végén, hogyha kapkodjuk a levegőt, akkor nem biztos, hogy ugyanez lesz a hatása. Jó gyakorlást, várom Önöket holnap is. Viszontlátásra!